A forduló előtt 6-tal több győzelmet számlált a vendégcsapat, így a nyíregyházi gárda számított a mérkőzés esélyesének. Ehhez képest a felújított csarnokába visszatérő Honvéd egy 29-11-es negyeddel indított, ami meg is határozta a találkozó kimenetelét. A második 10 perc ugyan 10 ponttal a cápáké lett, de igazán nem tudott közel kerülni ellenfeléhez a nyíregyháza Blue Sharks. A harmadik negyedet 12 ponttal nyerték a fővárosiak, az utolsó játékrész pedig döntetlennel zárult. A budapesti Honvéd végül 20 pontos győzelmet aratott, a kékcápák pedig egy nem várt, fájó vereséget könyvelhettek el. Sajnos nem sikerült megnyernünk ezt a találkozót, és ez nagyon fog hiányozni nekünk, de alapvetően önmagunknak köszönhetjük azt, ahogyan alakult ez a találkozó, hiszen nem abban a stílusban, nem abban a hangulatban kezdtük el a mérkőzést, ahogyan azt nekünk kellett volna. Nagy előnyt adtunk a Honvédnak, ők pedig tűzbe jöttek. Az, hogy utána mi történt a mérkőzésen, sok mindenben természetesen befolyásolta a végeredményt, de nem feltétlenül ez volt az, amiatt mi kikaptunk ezen a találkozón. Nem tudtunk olyan keményen védekezni, ahogyan azt szerettük volna, illetve nem mehetünk el szó nélkül, amellett nem szoktam erre fogni a vereség okát, hogy a fél időben egy teljesen megváltozott a játékvezetőknek a mérkőzéshez való hozzáállása, és a második fél időben teljesen más kép ítélték meg ugyanazokat a helyzeteket, mint előtte, és nagyon nehéz alkalmazkodni ahhoz, hogyha mérkőzés közben változik ez a stílus. Az NB1B piros csoportját az oroszlány vezeti 17 győzelemmel és egy vereséggel, a 13-4-es mutatóval álló Veszprém és a 12 győzelem mellett 6 vereséget számláló Nyíregyháza Blue Sharks előtt. A kékcápák a hétvégén Debrecenben a HEP-kupa 4-es döntőjében lépnek pályára. Meg kell beszélnünk nagyon sok mindent, össze kell rakni a csapatnak a szerkezetét, a hierarchiáját, mert úgy érzem, hogy egy picit megtört az is. Nem igazán gondolom, vagy nem igazán értem, hogy miért kezdtek el most a srácok gondolkodni olyan kérdéseken, amik alapvetően nem befolyásolják az ő jövőjüket, vagy nem kell, hogy befolyásolják a csapatnak a dolgait, de sajnos bizonyos gondolatok megfordulnak a fejükben, amiket tisztázni kell és helyre kell tennünk, hogy megfelelőképpen tudjunk a HEP-kupában az első mérkőzésen már kiállni. A HEP-kupa egyik elődöntőjében a nyíregyháziak a PVSK ellen lépnek pályára szombaton. A találkozó győztes az oroszlány Salgótarján meccs továbbjutója ellen játszik majd a fináléban.